rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedéseket követel meg, és ilyenkor az általános szabályoktól is szabad, sőt szerintem kötelező is eltérni. Nem tudnánk másképpen megvédeni a magyar emberek érdekét. Hát ha nem lenne a benzin ársapka, akkor valahol 700 és 900 forint között lenne a benzin litere. Ehhez képest most 480. És ez azonnal átjön a üzemanyag árának az emelkedése, rögtön átjön a többi termék árába is. Az Uniótól azt kérjük, hogy lássa be, hogy egy rendkívüli helyzet van, arra kérjük a brüsszeli bürokratákat, hogy ne a egy méret mindenkire jó logikáját kövessék, hanem értsék meg, hogy a háború zónához közelebb eső országokban szükség lehet rendkívüli intézkedésekre, például nemzeti alapon különbséget tenni a rendszámok, illetve a járművek. Hát ez jó, hogy árstopp van, hogy 480 forintig kapunk a magyar rendszertáblások, mert ha följebb menne, akkor az nekünk nem jó, bár drága az üzemanyag úgy. Nekünk jó, csak ez egy kicsit furcsa, hogy a külföldiek meg drágábbért kapja. Ha most elmennénk, mink oda ki, akkor nekünk is drágábbért onnan. Én nekem az a vélemény, nekünk jó. Már ilyen gyönge nyugdíjasok viszont nagyon meggondolják, hova mennek meg kocsival is.